végén volt a családok nemzetközi napja. Arra hívják fel a figyelmet ilyenkor a világ minden táján, hogy a család a legfontosabb közösség az életünkben. A gyermekeknek is az a legjobb, ha egy jól működő családban nőhetnek fel. Igaz, a fejletnek mondott országokban már nem mindenki gondolja így. A magyar kormány szerint 2010 óta családbarát fordulat volt Magyarországon, ennek is köszönhető, hogy nő a gyermekvállalási kedv. Egy rövid összeállítás után Barna folytatja vendégével szeretnénk végre járdát befejezni, illetve a kerítést is. A jelenleg öt gyermeket nevelő Zalaegerszegi sziráki családba hamarosan megérkezik majd a hatodik gyermek is. Házukat a babaváró hitel és a csok igénybevételével tudták felépíteni, de a családosok autóvásárlási kedvezményét is igénybe vették. 2017-ben költöztünk ki, akkor a háznak az alsó szintje készült el, majd aztán, hogy újabb gyermekek jöttek, tovább folytattuk a ház építését, elkészült a felső szint, és most pedig az újabb állami támogatásokból, ebből a 3 plusz 3 millióból szeretnénk a kerítés, térkövezés járdát befejezni. A családok támogatását tartja a legfontosabbnak a kincs új startup pályázata is. A Kopmária Intézet elnöke az e m elmondta, társadalmi és közösségi innovációk, e egészség, a jövő oktatása, okos családi otthonok, családi kassa, zene és kreatív megoldások terén várnak pályaműveket. Olyan startupokat szeretnénk felkérni arra, hogy vegyenek részt ebben a versenyben, akik a okos megoldásaikkal, az innovatív kezdeményezéseikkel a családok életét tudják megkönnyíteni, illetve segíteni. A versenyre augusztus 15-ig lehet jelentkezni a spartfamily.hu honlapon, ahol további információk is megtalálhatók a pályázatról. Magyarországon 2010 óta a kormány elkötelezett a családok támogatásában, erről már a családokért felelős miniszter beszélt a családok nemzetközi napján. Novák Katalin hozzátette, az elmúlt évtizedben itthon megduplázódott a házasságkötések száma, csökkent a vállások, és ellentétben az Európai Uniós tendenciákkal Magyarországon emelkedett a születések száma is. Családközpontú az adórendszerünk. Minél több gyermeke van valakinek Magyarországon, annál kevesebb személyi jövedelemadót fizet. A négy gyermekes édesanyák már személyi jövedelemadó mentességet élveznek. Évtől a 25 év alatti fiatalokra is kiterjesztjük ezt a lehetőséget. Emellett folyamatosan építjük a bölcsödéket azért, hogy könnyebb legyen a család és a munka összehangolása. A miniszter azt mondta 2020-ra 25 éves csúcsra emelkedett a gyermekvállalási kedvés visszaállt a bokros csomag előtti szintre. Novák Katalin hangsúlyozta, többek között családi adókedvezménnyel, úgy bölcsödei férőhelyekkel, gyedekszrával, ingyenes tankönyvekkel, ingyenes is kedvezményes gyermekétkeztetéssel, családi otthonteremtési kedvezménnyel, kedvezménnyelzálókitás csökkentéssel és családvédelmi akciótervel segíti a kormány a magyar családokat. A Családok Nemzetközi Napja alkalmából a miniszterelnök is beszélt a kormány családokat érintő intézkedéseiről pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a családok a jövőben is számíthatnak a kormány támogatására. Még növelni kell a család támogatásokat még növelni kell a gyermekek után járó adókedvezményt, és még mindenfajta egyéb támogatásokat kell adni a családoknak, hogyha mindent összevetünk, akkor a havi költségvetés, családi költségvetés megszervezésekor, vagy megtervezésekor azt mondhassa egy édesapa, meg egy édesanyja, hogy itt, hogy több gyerekünk van, könnyebb is lesz az életünk. Még repüljön jobban? Orbán Viktor hozzátette, ha jó gazdaságpolitikát és családpolitikát csinálunk, akkor Magyarország népesedési egyensúlya helyre fog állni. A témát a stúdióban folytatjuk Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal a század vég jogi szakértőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha megenged, én onnan indulnék, hogy Európában ma kétféle megoldási javaslat létezik arra, hogy a fogyást megállítsuk. Az egyik a migráció. Pótoljuk külföldiekkel a, a meg nem születendő gyermekeket. A másik a magyar modell, aminek ahogy nézem egyre több követője van, de majd erről az önvéleményeit is szeretném kérni, ami azt mondja, hogy a családokat támogassuk, és segítsük elő, hogy a tervezett gyermekek megszülethessenek. Ezt van, hogy látja? Hogyha a két modellt összehasonlítjuk, akkor a, a hatásokat is vizsgálnunk kell, hiszen nem lehet elszigetelten vizsgálni önmagában azt a kérdést, hogy... Harmadik országbeli személyek beáramolnak, és nem lehet önmagában elszigetelten vizsgálni azt a kérdést, hogyha a családoknak több pénzt juttat egy kormányzat, nevezetesen ebben az esetben a magyar kormány egy. 6000-7000 milliárdos gazdaságfejlesztési csomagnak, amelyet meghirdetett, közel az egyharmadát költi a családokra. Hogy ennek milyen más hatásai vannak, nem csak a társadalomra nézve, hanem a gazdaság tekintetében is. És az első kapcsán azt kell mondanunk, hogy a negatív hatások vannak, ez egy tapasztalat többségben. Tehát sajnálatos módon, bár az ötlet mondjuk így, hogy a török vendégmunkásoknak a mintájára akár jó is lehetett volna, de a 2015 utáni nyugat-európai migrációs politika megnövelte a bűnözés mértékét, növelte a munkanélküliséget a bizonytalanság megnőtt az emberekben, a, ha tetszik, akkor a konjunktúra érzet eltűnt sokakból. Az a fajta optimizmus, amely Németországban most egyébként magasnak tűnik, az például Franciaországban teljesen eltűnt, és azt is kijelenthetjük, hogy a gazdasági értelemben az integrációra költött pénzeket nyilvánvalóan a családoktól is elvonják. Tehát nem lehet, mivel ez a, a költségvetés nem úgy működik, mint az a, az a bibliai történet, hogy a hal és a kenyér újra és újra a, a kosárban megjelenik, hanem véges a költségvetés. Éppen ezért rendkívül lényeges, hogy mindig is és az elmúlt években dönteni kellett, és ahogy ön fogalmazott, valóban a csökkenő születésszám, az egy, a KSH egy 2015-ös nagyon érdekes felméréséből látszik, hogy már 2010 előtt elindult, 5 millió valahány százezer gyermek született egy évben, ez folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ha viszont megfordul, akkor azt ki kell jelenteni, hogy az már a 2015 -e után betelepített migránsoknak köszönhető, és ebből a szempontból is látunk térképet. Franciaországban nő a születésszám, Nagy-Britanniában nő, csak hát azt kell mondjuk, hogy ez nem az őshonos európai népességnek a növekedését jelenti. Ahogy a bejátszásban a családokért felelős táncszerénkül miniszter Novák Katalin fogalmazott, a, attól függően, hogy minél népesebb egy család, minél több gyermeket nevelnek a szülők, értelemszerűen annál kevesebb adó terheli a ő munkájukat. A négy gyermekes családanyáknak nem is kell személy jövedelemadót fizetni. Én még egyetlen hangot nem hallottam az országban, de lehet, hogy süket vagyok, vagy nagyot hallok, aki ezt ellenezte volna idehaza. Nagyon nehéz negatív kritikát ezzel kapcsolatban megfogalmazni, és itt jön be végül is, hogyha az ön segítségével ezáltal be tudom fejezni ugye az előző gondolatot, hogy a pozitív hatások jellemzőek erre a típusú családpolitikára, illetve ha tetszik a népesség problémák ilyen típusú kezelésére, mert míg 2010 előtt a baloldali kormányok alatt a családtámogatási rendszer sokszor nem párosult azzal, hogy ösztönözte a munkavállalást, addig az én a személyes tapasztalatom is az, és hát nyilván ezt a gazdasági adatok is alátámasztják, hogy ösztönzőleg hat. A munkavállalási kedvre ez a típusú családtámogatás, hiszen amikor az adókat csökkentjük, az nyilvánvalóan például a munkával összefüggésben lévő adókra is kihat, tehát több marad azoknál a dolgozó, családanyáknál, családapáknál, mint korábban, így nyilván ez, ez ösztönzi a munkavállalási kedvet. 2010 előtti adórendszerből a személyi jövedelem, ott gyorsan is és Bajnai kormányra gondolok, azt mondja, hogy most ugye 15% a személyi jövedelem, adó mindenkinek. Abban az időben 17 volt, 5 millió forint éves bevételig, e fölött 32 százalék, tehát majdnem a duplája. Most, ha ezt megint visszamerjük, azt mondják, hogy adót kell emelni, mert ez így nem jó. Hát, ugye azért, mert sávosan kell adózni, ez így nem jó. Hát azt, néztem, hogyha 32 azt, azt néztem, hogy 32 kal azt, 5 milliót nézek, most, ha vont, akkor az havonta 416 ezer forintos jövedelemnek felel meg. E fölött mindenki 32 kal adózna. De ma a magyar átlagbér pont ennyi pontosan így van, tehát ők az igazságtalan progresszív adózásban látják a, a, a valószínűleg a költségvetés lyukainak, vagy a, réseinek a kitömési lehetőségét, ami azért is megjegyzendő, hogy igazságtalan, hiszen aki többet dolgozik, az több adót kell, hogy fizessen. Ezzel szemben 2010 után egy teljesen ellentétes adópolitika lépett életbe, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a társasági adó közel 20%-ról 10% alá csökkent, és ne legyünk ilyen szempontból sem naivak, vagy rövidlátóak, meg én csak azt mondom, hogy minden mindennel összefügg. A kis és középvállalkozások, a családi vállalkozások, hogyha kevesebbet kell, hogy adozzanak, vagy azért jön ide, az a nyugati multinacionális cég, mert itt egy kiszámítható gazdasági környezet van, és Európában a legalacsonyabb társasági adókulcs, ez több munkahelyet jelent a magyar emberek számára, tehát nagyon szépen szerintem levezethető a migráció negatív hatása a társadalmi és gazdasági folyamatokra, és a magyar családtámogatási rendszer pozitív hatása a társadalmi és a gazdasági folyamatokra, is nem véletlen, amit ön is felhozott, igenis egyre inkább ez lesz, mint a Nyugat-Európában is, remélhetőleg. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!